A délután során több százan eljöttek meghallgatni az Irigy Hónajmirigy műsorát. A gyerekek kézműveskedtek, népi játékokat próbálhattak ki. A Bringa Akadémia kerékpáros ügyességi pályát épített itt fel. Az elmúlt években óriási fejlődött sok minden bringás témában, főleg a kerékpáros infrastruktúra. Rengeteg kerékpárút épült, Karcag egy jó példa arra, milyen sok bringás fejlesztés történik. Egyrészt közlekedési oldalról, másrészt pedig sport oldalról, hogy itt van a pumpapálya is, most már, úgy tudom, rengetegen használják és élvezik azt az élményt, amit egy ilyen nyújt, és ugye a biztonságot pedig az növeli, hogyha vannak biztonságos kerékpáros utak, vagy kerékpársávok, amik még talán még jobbak is ennél, és sokan használják. A gyerekek bátran végigmentek az akadálypályán. Ja, nagyon élvezték, nagyon meg is lepett, hogy milyen kis meccs van közöttük, hogy ki ügyesebb, ki tud még gyorsabban is akár menni az ügyesség, hiszen miután már megy, utána már versenyeznek nyilván egymással a gyerekek, a fiúk meg a lányok, sőt kellett nehezebb pályát építenünk nekik, mert igényük volt rá, nagyon élvezték. A mai nap is segített abban, hogy a Kresszel jobban tisztában legyenek a karcagi gyerekek. Azt gondolom, hogy a közlekedés az életünknek a szerves része, amikor kezd valaki már önálló elkezd járni, attól kezdve bizony foglalkozni fel a közlekedéssel. Nyilván először gyalogossal megismertetni velük, hogy mi az ő területük, mi a gyárda, mi az úttest, mi az a zebra, tehát alapfogalmakkal, majd később nyilván, amikor önállóan fognak közlekedni, akkor jön a kerékpárba, főülésnél a Kressz szabályok, de ez már az idősebb korban, mindenképpen iskolás korban jön a következő szint. 12 éves korban a gyereknek már tudnia kell, ismernie kell a alapvető Kressz szabályokat, el kell tudniuk közlekedni otthon az iskoláig, önállóan, gyalog vagy kerékpárral. Szepesi Tibor polgármester úrral beszélgettünk a családi napról. Az volt a célunk, hogy a város különböző pontjain legyenek megtartva, megrendezve ezek a családi rendezvények. Ugye most már ez a negyedik ilyen rendezvény a város negyedik pontján, és egyre többen vannak, úgy veszük észre, hogy egyre többen érdeklődnek a programuk iránt, egyre többen látogatnak el. És hát az külön jó, hogy az időjárás kegyeibe fogadott bennünket, hiszen az első három rendezvény, az valljuk meg őszintén, nagyon-nagyon meleg volt a nyáron. Most pedig attól féltünk itt az előző napokban, hogy lehet, hogy az eső fogja elmosni a rendezvényt, de úgy látom, hogy tökéletes az időjárás. Ez a nap nem olyan, mint a korábbiak, hogy fél napig tart, hiszen délelőtt egy rangos verseny zajlott itt. Egy picit a programon azért is módosítottunk, hiszen egyrészt elindult az iskola, tehát várhatóan ugye a szombat délelőtt, főleg úgy, hogy néhány nappal ezelőtt indult el az oktatás, egy picit más ritmusban zajlik most már. Illetve a délelőtti időszakban valóban a streetball bajnokság, ami az elmúlt években a pandémia miatt elmaradt, most újra megrendezésre került. Hatalmas érdeklődés mellett, nem csak a városból, hanem egészen távolról is érkeztek csapatok. Jelzi azt, hogy egyrészt várták magát a streetball rendezvényt, másrészt pedig az, hogy híre van annak a nagyon jó minőségű pályának, annak a nagyon jó rendezésnek, amelyet a kollégák végig szoktak vinni az előző években is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az időbeosztás is legalább annyira jó, mint az eddigiek. Itt van a legnagyobb hely a programokra, mindenki csak sétálgat, kicsit beszélgetnek gyerekekkel, pici babákkal. A színpadon programok vannak, van arcfestés, népi játszótér, tényleg mindenki talál olyat, ami neki tetszik. Az eddigi helyszínek is úgy kerültek kiválasztásra, hogy könnyen megközelíthetőek legyenek, parkolási gondok ne okozzanak egyrészt az odaérkezőknek, egyrészt az ott lakóknak. És hát ez egy picit más, hiszen a streetball pálya miatt kellett, hogy idehozzuk, de azt gondolom, hogy valóban itt a szánkózó domb és a pálya mögött, a játszótér mellett valóban mindenki megtalálja azt a lehetőséget, amelyet ezen a délutánon szeretne. Szóljunk még a zsűri munkájáról is, hiszen az előzőekben fontos döntést kellett meghozniuk. Mind a négy helyszínen megrendezésre kerül a süteménysütő verseny, és most már elég sokan neveztek erre a süteménysütő versenyre. Az előzőekben sokkal könnyebb volt kóstolni, mert hogy kevesebbet kellett, és most már azt láttuk itt a zsűri tagokkal együtt,
amelyben köszönöm, hogy bekapcsolódott, hiszen itt ilyen Bringa Akadémia program is van, és ugye a Tour de Hongrie főszervezője Eisenkrammer Károly is becsatlakozott a zsűri munkájába, és bizony volt munkánk, és voltak kisebb viták is, hiszen nagyon sok süteményt kellett kóstolni, nagyon sok különböző ízt, de én úgy érzem, hogy azért sikerült eldönteni, hogy kiérdemli az arany, ezüst, illetve a bronz minősítéseket. Köszönjük szépen egyébként azoknak, akik vették a fáradtságot, elkészítették a süteményeket, beneveztek. Várjuk őket a következő hasonló rendezvényeken is. Hogy tetszett a karcagi közönség, kérdeztük az Irigy-Hónay-Mirigy szóvivőjétől a fellépésük után. Mindig nagyon kedvesek, nagyon szeretünk a környékre járni, és örömmel jövünk, és én elég gyakran járok Karcagon, mert nekem van egy másik zenekarom is, a Triász, és a Hemóba, szóval minden évben egyszer-kétszer szoktunk játszani a Perge Tibi barátainkkal, és nagyon örülünk, amikor meghívnak minket. Imádunk visszajönni, ott mellett egy nagyon jót kajátunk a múltkor, úgyhogy mindig szép emlékekkel vagyunk. Sütemény sütőverseny is volt, sikerült megkóstolni egy-két süteményt. Na de milyeneket is sütnek a karcagi asszonyok? Hát sajnos sikerült megkóstolni, pedig fogyókúráznunk kéne, mert már azért az egyik fele tököreg, a másik fele dagadta, hogy énekeltünk magunkról, de ezt a süteményt nem lehetett kihagyni, és nem is ismertük ezeket a süteményeket, és ilyen fantázia nevük van mondjuk, de isteni jó. Én mondjuk cukrász vagyok, és ennek ellenére én már sok süteményt láttam, de ezek nagyon rendben voltak. Úgyhogy bármelyik asszonyt elvenni, oda költöz, ha érted, mire gondolok. A humor nagyon fontos most ezekben a nehéz időszakokban. Én azt gondolom, hogy a humor sok mindenen átsegíti az embereket. Még azt is hallottam, hogy a humorra gyógyítani is lehet. Hogy tényleg nem véletlenül vannak ezek a bohóc doktorok, hogy a gyerekek tényleg elfelejtik a kis betegségüket, és sokat lehet ebben segíteni. A lelki, volt olyan, kaptunk levelet, hogy a mi zenénket hallgatta, és meggyógyult. Lehet, hogy nem ettől, de mégis nem a betegségével foglalkozott. Én azt gondolom, ez fontos. Pláne most tényleg nehéz időket élünk, úgyhogy az emberek ne szomorkodjanak, mulassanak, bulizzanak. A karcagiak most feltöltődtek a humorral. Mi elég tudatosan készülünk a fellépésekre, és attól működik jól a show, hogy ki van előre találva. Persze mindig a körülmények hoznak új improvizációkat, új beszólásokat valaki a közönségből, vagy valamit meglátunk, de a műsornak a váza föl van építve, már azért is, mert ugye átöltözések vannak, és nem mindegy, hogy melyik dal után melyik következik, hiszen a többieknek addig öltözni kell, amíg a másik színpadon van. Ezt ki kell találni, de attól függetlenül próbálunk egy vékony vonalat meghagyni annak, hogy legyen olyan is, amit mindig a helyre tudunk specializálódni. Fellépett még a Csimota zenekar, és Bruno és Pac is, de volt kutyás bemutató. A népi ételek közül babgulyást kóstolhattak a jelenlévők, de keresték a városrész legfinomabb süteményét is.